Na, ki volt az? Megérkezett! A postás volt! Wow. Meghozta a szemüvegemet! Mutasd! Na? De jó, na, nagyon jó lát! Mutasd csak, mutasd csak! Móri Zsigmondot olvasok, igen, hogy... Igen. De... Ez egy olvasó szemüveg, mindjárt meglátjuk, hogy működik-e. Azt mondja, ajaj, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iciri-piciri házacska, ott lakott egy iciri-piciri kismacska, stb. Működik, akkor ezek szerint ez jó lesz, ez be fog válni. Bizony, mert képzeljétek el, hogy mi történt. Igen, babónak fájt a feje. Nagyon a sok olvasástól. Igen, az olvasástól. Gondoltuk, valami probléma van, igen. És akkor mit csináltam? Elmentem a doktornénihez, igen, a házi orvos doktornéni meg elküldött engem szemészetre, és a szemész doktorbácsi pedig megnézte a szememet. Bizony. Na, és mit látott? Hát azt látta, hogy nem látok. Igen, és nézned kellett azt a táblát, bizony, a betűkkel? Bizony. Először a nagy betűket. Igen, nagy betűket, kis betűket. Igen, messzire nagyon jól láttam, viszont közelre képzeljétek. És valami szerkezettel is megnézték? Képzeld, de igen, igen, ráraktak egy ilyen szerkezetet. Te is mit mondott, hanyas szemüveget kell? 0,5-ös. 0,5-ös? Ó, hát az nagyon kicsi. Az igen, jó. De akkor is nem fog fájni a fejem. Igen, hordani bizony. Kell, hordani okay, kell, okay. És akkor nem fog romlani a szemet, hanem javulni fog. De Bibó, ha már így a szemről beszélgetünk, a szem az micsoda? Tűzoltó. Ja, hogy a szem az érzékszerv. Érzékszerv. Az az egyik érzékszerv, igen, az öt közül, bizony. Igen, azzal látunk. Azzal látunk, de ő az egyik, hogy a szem is, még van négy. Még van négy, igen, van a két fülünk. Fülünk. Ugye? Van ugye az orrunk. Orrunk. Van a nyelvünk. Nyelvünk. Az érzékeljük. Igen, azzal érzékeljük az ízeket, a sósat, az édeset, és akkor van a bőrünk, az legnagyobb felületű érzékszerv. Ez is érzékszerv, a bőrünk. Persze, hát nem érzed, hogyha megcsípnek, vagy megszúrnak, vagy meleg, vagy hideg valami, akkor azt a bőrünkkel érzékeljük. Te, Bibó! Összeköttetéssel. Mesélj már nekem az érzékszervekről, hogy külön, például először is a szemről. Például mondd meg, hogy miért kék a szemem. Neked? Például. Képzeld el, hogy ez egy mutáció bizonyám. Így mutáció? Alakult. 10 000 évvel ezelőtt körülbelül alakultak ki a kékszemű emberek, és képzeljétek el, hogy meg a kékszemű manók is, és egy közös ősre vezethető vissza az összes kékszemű ember, igen, aki 10 000 évvel ezelőtt élt. De mi baj, és neked miért zöld a szemed? Akkor mi nem vagyunk egy őstől származók? Hát a szemhártya a színe határozza meg a szem színét, illetve hát a genetikától függ, hogy mit örököltünk. Például neked valószínűleg anyukádnak, vagy apukádnak. Igen, nekik is kék szemük van, esetleg igen. Mindkettőnek kék szeme volt. Nekem apukámnak kék szeme volt, de képzeld el, hogy az a zöld szemű emberek, meg manók, azok a legritkábbak, körülbelül az emberek 2%-ának. De nagyon ritka fajban nagyon ritka. Tudod, melyik a leggyakoribb szemszín? A barna. A barna. Jó, de szerintem minden szem nagyon-nagyon-nagyon szép, főleg a piros. Piros szemű nincs is. Hát van az albinó, picit olyan rózsaszínes, meg van fekete szemű ember is. Meg a nyuszliknak is piros a szemű. Hát ez genetika. Igen, igen, és képzeljétek el, hogy engem, amikor picike voltam, pici manó, akkor csúfoltak, mert szemüveges voltam. Oh. Azt mondták rám, hogy pápa szemes, nem szabad. Igen. És az anyukám azt mondta, hogy ne is törődjek velük, mert majd jó lesz a szemem, és felnőtt koromban tényleg jó lett a szemem. Nagyon igen, jól igen. Mondtam, hát jó, most már olvasó szemüveg lesz. Úgyhogy nem szabad csúfolni ám a szemüvegeseket. Nem szabad csúfolni, de ha csúfolnak, akkor még nem szabad törődni velük. Nem szabad törődni velük. Igen, igen. Még képzeld el, még tudok a szemmel kapcsolatban egy dolgot. Van egy olyan manó ismerősöm, aki nem lát. Vak. Igen, vak, képzeljétek el. Igen, de van egy vakvezető kutyuskája, igen, meg nagyon jól tájékozódik a bottal, van egy ilyen hosszú fehér botja, bizony. Igen, mert a vak embereknek, azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy sokkal fejlettebb a hallásuk, meg a szaglásuk, igen. Tényleg? Bizonyám, de érdekes. Te akkor már mesélj már nekem például a szaglásról. Szaglásról? Aha. Hát az orrunkban van a szaglószerv. Okay. Igen, és azzal érzékeljük a szagokat, az illatokat, okay. És például
van szagló mező benne. Egy mező, olyan, mint Nem, nem mint a olyan egyáltalán, természet, nem? teljesen más, mert Mező. 2 cm körülbelül, kicsi Picike azért. mező, de Megám, édekes. És mondják. van a nozinkban még szőr is. Az a szőr, az meg kiszűri a port. Bázanyám, Igen, nagyon igen. ügyes És vagy. van egy Te olyan mindent betegség, tudsz. biztos, hogy mindenkinek már volt olyan, amikor bedugul a nózia egy megfázástól, egy allergiától, akkor azt szépen ki kell tisztítani, bizony, nem Igen. szabad, mert akkor az üregekbe Nem begyullad, szabad és ez nagy vissza baj. szírni, ki kell fújni Ki az kell fújni, orrot. bizony, Igen, bizony. igen. És azt tudtad, hogy például a farkasoknak, vagy a kutyusoknak 5000-szer, 10000-szer sokkal-sokkal jobb a szaglásuk, mint Igen, nekünk ezt embereknek. hallottam, igen. Ez Bár nekünk olyan. is nagyon jó a A szaglásunk, a sasmadárnak manukács. megképzeld el olyan a látása, hogy föntről több 100 méterről meglátja az ilyen icipici kis egeret. Tényleg. Ez Én meg úgy anyám. tudtam, hogy a cicák meg este is látnak, éjszaka, amikor mi már semmit Pontosan. nem De látunk. képzeld el, hogy van olyan is, hogy sok állatfaj például nem látja a színeket. Nem Mondjuk áll. emberek között is van olyan, aki színtévesztő, vagy Tényleg. színvak. Igen, nem látják De a én olyat színt. láttam már a videóba, hogy Igen, videóban. videóba, igen, hogy kaptak szemüveget, és most már van olyan is, hogyha kapnak egy De szemüveget, jó. akkor látják a színeket. Igen. Igen, Bezaj. ezért jól látjátok? Szóval Látjátok, hogy akkor az beszéltünk a szemről, szemről, a az nóziról, orról, orról, és akkor vannak még a fülek, fülek, igen. ugye? Azzal hallunk, Igen. halljuk a zenét, a beszédet, a szavakat, igen, Igen, annak is igen. három része van. Három része. Van a Igen, cimpa, hát meg a olyan belső a cimpa. felső, közép, És igen, és a igen, felső belső és fül. belső. Ja, igen, ilyenek Igen, vagyunk. igen, Igen, igen. igen, igen, igen. És nagyon kell vigyázni a fülecskénkre is. És van Igen. benne, én úgy tudom, hogy ha amikor az egyensúlyukat elvesztjük, annak is köze lehet a fülecskéhez, ugye? Igen, Bizonyám, ott van vigyázni benne az kell, a... igen, a Igen. Meg dobhártyánkra. a dobhártyánkra is. A dobhártyára nagyon kell vigyázni, hogy amikor Hát beledugunk valamit, ne ne dugjunk dugjunk bele bele semmit, semmit, arra mert kell kirúghat a vigyázni. dobhártya, bizony. Igen, Bizonyám. és képzeljétek el, amikor olyan picike manó voltam, az történt, hogy én nagyon szerettem úszni, jártam Úszni. úszodába, igen, és képzeljétek el, hogy begyulladt a fülem. Igen, Igen, az rossz, a hogyha nem belső szárítjuk ki fülem, utána, igen. akkor a Nem, vízbe középfülem. középfülgyulladás. Igen, Hát igen, az meg kell veszélyes. szárítani, és ki kell tisztítani, de mivel nem szabad, Bibó? Hát a fülpiszkával. Piszkával nem, hanem szépen papírzsepivel vagy zsebkendővel. Így Igen. van, így van, és akkor még van a nyelv, az De érzékszer, hát ez nagyon miről érdekes. ezzel érzékeljük ugye a sósat, az édeset, a Jó, keserűt, mert várjál, az ízlelő tudom! bimbo, A igen? mi ízlelő bibó? Nem bibó, hanem ízlelő bimbók Bimbó, vannak mint a rajta, rózsa? igen. Rózsa bimbó? Igen, olyan, mint a Várjál. rózsa, úgy nevezzük, igen, Igen, és én ízlelő ezt tudom, hogy bimbó. például elő lehet érezni az édes ízt, Igen? hátul azt a csúnya A keserűt, mikor egy keserűt utcát hátul? lenyeljük, igen, leghátul a savanyút, Ez finomubit, érdekes. igen, és hol érezzük a sósat? Na? Mert gondolom azt is elől. Nem, azt oldal. Oldalt? Igen, majd próbáljátok ki, Az igen, de ügyes igen. Én azért vagy. szeretem a csokoládét, azt mindig ott előre érzem, olyan finom, meg a cukor. Na, és akkor a bőrről már beszéltünk, A ugye? bőrről Hogy beszéltünk. azzal érzed, hogy megcsitlek, vagy megszúrlak, vagy valami nagyon forró, vagy hideg Igen. esetleg. Jaj, várj, erről jut eszembe, amikor picike manó voltam, Igen? akkor úgy jártam, képzeljétek el, hogy megégettem az ujjacskámat, mert az anyukám fölrakta a finom teát, és én meg Jaj, hozzáértem nem a szabad bögre, ilyet mi az anyag, csinálni. mi volt az Vigyázni kell, ilyen forraló nagyon-nagyon kell eszközhöz, vigyázni, mert igen. megégetjük magukat, és hogy nagy, nagy bőrfelület leég, az nagyon-nagyon Úgyhogy veszélyes. nekem azóta Másod, nincsen harmad új fok. lenyomatom. Há, de De biztos mindenkinek van új van. lenyomata. Na jó, de Igen. tényleg ott bibis A lett egy kicsit. bőr, a hámréteg az mindig kopik, de újra termelődnek, Igen. És bizonyám. vigyázni kell a napozással is, hogy le Igen, ne tehát akkor égjünk. soroljuk fel az Igen, érzékszerveket. mi Kíváncsi vagyok, sorjuk. hogy tudod-e. A szem. 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 Igen, az orr. Az orr. Mi jött Szem, utána? az orr, a Fül, fül. igen. A Nyelv, füle, nyelv, igen, és a és a bőr, bőr, az öt öt érzékszer. érzékszer. Na hát mindenki megtanulta most Igen, már. nagyon ügyesek voltunk. Megtanultuk az érzékszerveket. De Mi? tudod mit? Nem. Hát van egy Hát dalocskánk, nem tudom, szabad így tudom, hát befejeznünk. írtam egy Igen. dalocskát, tényleg. Megpróbáljuk elénekelni? Hát Jó, próbáljuk meg koncentráljunk, jó? elénekelni. Figyeljetek! Jujjujj! Füleddel hallasz, szemeddel látsz, jól figyelj oda, bármerre jársz. Orroddal szagolsz, nyelveddel ízlelsz, ne tedd a szádba azt, amit nem ismersz. A fül, az orr, a nyelv, a szem, ezeket már ismered. Ötödik a bőr, a tapír.
halvány. A forró éget, a víz meg jég lett. Az érzékszervekkel érzed a változást. A fül, az orr, a nyelv, a szem. Ezeket már ismered. Az ötödik a bőr, a tapintás. Ezen kívül nincs is más. Na lássuk csak! A fül, az orr, a nyelv, a szem. Ezeket már ismered. Még egyszer! Bőr, az orr, a nyelv, a szem. És a bőr! Bőr, az érzékszervek! Az érzékszerveket! Ismered! Ismered?